Húsvétra készülünk, a kereszténység nagy ünnepére, megváltásunk nagy ünnepére. Ennek az időszaknak óhatatlan velejárója, hogy ráirányul a figyelmünk az evangéliumokban megörökített, a liturgiában visszatükrözött szenvedéstörténetre, amelyet bőven elfogadhatnánk, ha csupán történeti kérdésről volna szó, olyan személyekről, mint Julius Caesar vagy Augustus, sokkal kevesebb és kevésbé biztos dokumentáció alapján is elfogadjuk a történeti tényeket. Ám de itt a hitigazságokkal szembesülve mindig személyes állásfoglalás kérdése is az, hogy amit ránk hagyományoztak a tanúk és az írások, az úgy egészen elfogadható-e, vagy módunk van arra a kritikus ember szemével, hogy válogassunk belőle, és bizony mutatkoznak kezdettől jelenségek, amelyek azt mondják, hogy hát azért itt ellentmondások vannak, hézagok vannak, legenda ez, nem történelem. És ha pedig az, akkor válogathatunk abban, hogy mit hiszünk belőle, vagy mit nem hiszünk, és mindjárt kényelmesebb az életünk, mert a történelmi igazságot elfogadjuk, akkor ez egy személyes elkötelezettséget is vár tőlünk, és ez a személyes elkötelezettség keresztény ember állásfoglalása a társadalomban, az nem könnyű vállalás.